I'm a little bit afraid. Ha fájt is egy kicsit, de felkerült a heti jegyennek a francia fiúnak a kezére. Az utolsó ellenőrzés után már szabad volt az út a fesztiválozók előtt. Miközben a hídon hömpölygött a tömeg befelé, a szigeten még az utolsó simításokat végezték. Délutánra az összes csavar a helyére került. Ennyi. Csomópontok. Közlekedési útvonalak. A fesztiválozók pedig már a sátrakat építették. Nem egyszerű, de keményen dolgozunk rajta, hogy kész legyen, mondja ez a holland lány. Közben a nagy színpadnál már a legnagyobb magyar zenék szóltak a hangszórókból. A hőség ellenére több százan tomboltak a nézőtéren. A magyar dal az különösen érdekelt bennünket. Nagyon jó látni ennyi magyar előadót koncentráltan. Ilyen időben. Déltől egészen este 11 óráig 80 fellépő lép fel a színpadon. Köztük van többek között a Republik, a Kartágó és Kinnovák is. Idén ötödször rendezték meg a magyar dalnapját. Minden kulturált országban a saját piacukat védik. A magyar néha ilyen félresiklott, hogy nem szereti önmagát, de azért látom, megjött az eszünk, úgyhogy ennek én örülök. A 20. Sziget Fesztiválon a látvány kapja a legnagyobb hangsúlyt. A fesztivál már évek óta veszteséges, ezért idén kevesebb a program. Le kellett faragnunk a kiadásokból. Most nagyjából 3 milliárd forint az összkiadás, ami 10%-kal kevesebb, mint tavaly. Ugyanakkor azt reméljük, hogy ha jó marad az idő, és egy picit enyhül ez a hőség, akkor remélhetőleg elég sokan fognak kilátogatni.